hiszen a jó viszony a magyar asztali teniszezők és Nemes Olga között megvolt. Nemes Olga már 14 évesen Európa Top 12-t nyert, 1983-ban, amikor ifi Európa bajnok lett, 85-től német állampolgár, 170-szer szerepelt a német válogatottban, 17-szeres német bajnok, 5-szörös egyéni bajnok. 1995-ben a fia születése után 8 héttel ismét német bajnok lett, sőt, párosban is diadalmaskodott. 1996-ban és 1998-ban lett csapatban Európa bajnok, 2000-ben Brémában, német földön ez neki nem sikerült. Ott ugyanis a magyar válogatott diadalmaskodott, hiszen Tóth Krisztáról annyi mindent elmondtunk már. A világbajnoki bronzérmet, ugye a videófelvételen látott Bátorfi Csillával nyerte női párosban 1995-ben, Tianjinben. Előtte 94-ben már Európa bajnokok. Vegyes párosban is nyert Európa bajnoki címet két sportolóval is, és a női csapat, valamint a női páros elsőségeiről is beszélnünk kell. Női párosban nem csak Bátorfi Csillával, hanem Hóta Georginával is győzött. Egy 11 pontig tartó szett, Tóth Krisztina és Nemes Olga. Hajrá! Sorga két ütővel játszik. Úgy érzem, ezen most délután be is mikrofonozhattuk volna Tóth Krisztát. Ez azért nem volt mindig így. Csinálják a fesztőt. Vigyázzunk, hogy a virágcsoporra ne lépjünk rá.